Készül az ízletes halfogás. Hiába az évek óta tartó népszerűsítő kampány, a magyar háztartások többsége még mindig leginkább karácsonykor eszik halat. Van, ahol viszont már célba ért a kampány. A Felcsúti Foci Akadémián 3 hónap alatt 150 kg-nyi harcsát és lazacot ettek meg. Mindez közpénzből, a cégek által felajánlott társasági adókedvezményből. Ez is kiderül a Demokratikus Koalíció által kiperelt számlákból. Az ellenzéki párt hiába nyerte meg jogerősen a pert, és hiába kötelezte a kúria, a Mészáros Lőrinc vezette Felcsúti Alapítványt, hogy adja ki a TAO költéseik számláit, ezt továbbra sem tették meg maradéktalanul. Most egy végrehajtón keresztül 3 havi számlát adtak át még 2011-ből. Ezek szerint csak élelmiszerre, gyógyszerre és tisztasági szerekre majdnem 19 millió forintot költöttek Felcsúton. WC papír. Több 100 000 forintot költöttek WC papírra úgy, hogy a szülők be kell, hogy vigyék az iskolákba, a Klik által fenntartott iskolákba a WC papírokat. A számlák szerint a Mészáros Lőrinc vezette Felcsúti Alapítvány 3 hónap alatt közpénzből vásárolt 7 000 turorudit, 8 000 joghurtot, 1/2 tonna péksüteményt, 30 kiló téli szalámit, 30 000 tojást, valamint 150 kiló lazacot és harcsát. Az alapítvány a magyar adófizetők pénzét elherdálja, és ezekből az összegekből kórházakat, egészségügyi intézményeket, idős otthonokat kellene támogatni, és megadni a lehetőséget arra, hogy a vállalkozásokat, taójukat olyan intézményeknek és szervezeteknek utalják, akik valóban a magyar emberek boldogulását és jobb életét követelnék. A Fidesz kommunikációs igazgatója a Felcsúti Akadémia költéseire nem akart reagálni, de szerinte a TAO rendszer jól működik. Én azt gondolom tehát, hogy ez a rendszer jól muzsikált, jól vizsgázott, elérte a célját, egyre többen sportolnak ma Magyarországon, egyre több gyerek futballozik ma Magyarországon, és ennek a technikai feltétele köszönhetően a TAO támogatásoknak biztosított. A Felcsúti Sportklub az elmúlt 6 évben összesen 67 milliárd forintnyi TAO pénzt kapott meg és költött el.